Az ünnepélyes szalagátvágás után kezdődhet a munka. Két darab új automata csomagológépsor segíti a gyártást az Újfehér-Tói Pakom Kft-nél. A 100%-ban családi vállalatnak három fő profilja van. A száraz termények csomagolása, a sütési alapanyagok gyártása és forgalmazása, illetve reformköretekkel, bioterményekkel foglalkoznak. Saját szegmensükben piacvezetők Magyarországon. Az új gépeknek köszönhetően négyszeres kapacitást tudnak elérni a jövőben. A régi gépek egy perc alatt 21 zacskót készítettek, így egy műszakban 10.800-at. Az új gépek viszont percenként 80, műszakonként 40.800 darabot készítenek majd. A 200 millió forintos fejlesztés részeként bővült a napelempark, megtörtént a teljes energetikai korszerűsítés, és új targoncákat is vásároltak. Az egyik része egy pályázati forrásból származik, az a beruházás egy ginopos pályázat volt, egy kapacitásbővítés, 145 millió forint volt az összköltség ennek a pályázatnak vagy beruházásnak, ebből 72,5 millió forintot kaptunk támogatásként, illetve 55 millió forintot tettünk még mi saját erőből hozzá, és fejlesztettünk még kapacitást, illetve infrastruktúrális fejlesztések. A családi vállalkozások sokkal gyorsabban képesek az alkalmazkodásra és a változásra, az új élelmiszeripari divatirány vagy fogyasztói szokások megváltozása esetén, közölte az agrárminiszter. Több mint 300 milliárdot fordítottunk 2010 óta az magyar élelmiszeripar fejlesztésére. Ebből jutott ide 72,5, hogy ez a fejlesztés megújuljon. A következő időszakot úgy tervezzük, hogy több mint 100 milliárdot fogunk arra a szegmensre fordítani, amely a csomagolással, a piacosítással, a termék készletezéssel fog szolgálni, hogy hogyan tudunk modern csomagolással, modern előkészítéssel megjelenni a vásárlók elé. Mert azt tartjuk, hogy egy terméknek nem csak a minősége, hanem a külleme, kelleme is kell, hogy jó legyen. A térség országgyűlési képviselője a rendezvényen kiemelte, Újfehértón 25 cég nyert valamilyen gazdaságfejlesztési pályázaton, összesen 600 millió forint értékben az elmúlt időszakban. A Pakom Kft. Idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját. A következő tervük egy bolthálózat indítása, ennek első üzletét jövő héten nyitják meg Nyíregyházán.